30 évvel ezelőtt a temesvári református templomnál kezdődött az a forradalom, ami megdöntötte a szocializmust Romániában. A kirakoltatásra váró lelkészt, Tőkés Lászlót magyar és román szimpatizánsok védték meg a hatóságoktól, az ellenállás szikrája pedig hamar berobbantotta a várost. A következő napokban a mozgalom rendszerellenes tüntetés sorozattá, majd felkelésé alakult, amire a Securitate és a hadsereg brutálisan válaszolt. A feldühödött forradalmárok azonban nem hagyták magukat. A felkelés fényképészeként is ismert Konstantin Duma ott volt, amikor megpróbálták vérbefojtani az ellenállást. Futottunk, és aztán átkeltünk a Béga folyó kis hídján, ahol szembe találtuk magunkat 4 páncélozott járművel. A kollégium felől jöttek. Egy 50-es éveiben járó nő is ott volt, és talán azért, mert nem látott jól, eléjük került. Elütötték őt. A járművek kerekei egyszerűen összezúzták. Egy nő volt az, ezt biztosan tudom. Ő volt a forradalmunk első áldozata. A román diktátor Nicolae Ceaușescu december 17-én adta ki a tűzparancsot az általa reakcionistáknak és terroristáknak nevezett tüntetőkkel szemben. A hatalomhoz való ragaszkodása Kelet-Európa legvéresebb rendszerváltását okozta. Traian Orbán a lábába kapott golyót aznap. Sérülten feküdtem a kórházi ágyamban, és elképesztő volt hallani, ahogy az emberek azt skandálják, szabadság. Bíróság előtt akarták látni a diktátort és a beosztottjait, emlékezett vissza. December 20-án a hadsereg visszavonult, Temesvárt az első szabad várossá nyilvánították a felkelők, az ellenállás pedig Bukarestben is harcokhoz vezetett. Ceaușescu feleségével együtt megpróbált elmenekülni, de elfogták, és december 25-én kivégezték. Uralmát néhány nap alatt elsöpörte a demokráciára vágyó tömeg. A felkelés emléke Temesváron 30 évvel később is elevenen él. A fiatalok azonban már egyre kevésbé foglalkoznak vele. Sokan úgy érzik, hogy ideje tovább lépni, és a múlt dicsőítése helyett a saját forradalmukat kell megvívniuk. A tinédzserek, a nálam fiatalabbak általában nem igazán törődnek a történtekkel. Úgy vannak vele, hogy ez csak történelem, amiről a Temesváron élő emberek minden nap hallanak. Szerintem minden generációnak szüksége van egy forradalomra. Nem baj, ha különbözőek, nyilvánvalóan annak kell lenniük. Vagy talán ugyanazok a dolgok történnek meg, csak más körülmények között. 30 éve vérontás volt ennek a templomnak a lépcsőin, mutatja az Euronews tudósítója. Több százan vesztették életüket itt, Temesváron. Bátorságuk és önfeláldozásuk az egész ország sorsát megváltoztatta, így a város lakói most békésen készülhetnek a karácsonyra.